10 évvel ezelőtt ért meg a szándék és az akarat, hogy a Dombováron és környéken élő székelyek egy szervezetben közösen ápolják hagyományaikat, és megmutassák színes kultúrájukat. 31 éve vagyok dombovári lakos. Itthon érzem magam, szeretem ezt a dimbes-dombos tájat, az itt élő embereket, akikkel édes anyanyelvemen tudok szót váltani. És nem szólít meg senki, hogy miért beszélek én magyarul. Ez az én hazám. Szülőföldem, Erdély, a Székelyföld, Kézdivásárhely, a Nagy Magyarország legkeletibb sarkán fekvő kisváros. Itt születtem. 45 éves koromig itt éltem, itt alapítottam családot, pedagógusként dolgoztam. 1989-ben jöttem Dombovárra. Diákkori levelező társaink, Gelencsér Gyula és Szili Márta mindenben segítettek minket az indulásban. Pár év múlva a kisebbik lányom is és a férjem is áttelepült, mert én kezdetben csak a nagyobbik lányommal voltam Dombováron. 2 évet tanítottam a belvárosi iskolában, majd rokkant nyugdíjba vonultam. Ettől fogva a 3 fiú unokám gondozásával voltam elfoglalva. 2009. novemberében meglátogattam befogadó barátainkat, Gelencséréket, akik megkérdezték, hogy ugyan már mikor alakítjátok meg a székelykört. Azonnal felkerestem régi ismerősömet, egykori munkatársamat a belvárosi iskolában, Horváth Józsefnét, és elmondtam neki, hogy mire gondoltam, mit szól hozzá. Ildikó, már rég ezen töröm én is a fejem. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke, Potápi Árpád János is erre biztat, hogy alakítsuk meg. Fogjunk hozzá, alakítsuk meg. Így aztán 2010. január 20-án megtörtént a Dombovári Székelykör ünnepélyes megnyitója. Körülbelül 100 ember vett részt ezen az összejövetelen. Februárban az alakuló gyűlést megtartottuk, amelyen megválasztottuk a vezetőségi tagokat. Horváth Józsefné Eti elnök, Markovics Magdolna elnök helyettes, Hella Ildikó titkár, Hoffmann József pénzügyi, gazdasági felelős. Nem csak a székely testvéreikkel, hanem az elszakadt országrészekben élő magyarokkal is építik a kapcsolatokat. Dombováron orvosként dolgozom mintegy 32 éve. Amúgy én is Székelyföldön születtem, Gyergyószent Miklóson. Marosvásárhelyen végeztem a tanulmányaimat, majd azt követően 4 év Moldova, az ottani munka következett nem önként dalolva, hanem kötelező módon lettünk mi magyarok oda kihelyezve. Onnan sikerült 4 év után a családommal Magyarországra kitelepedni, és azóta Dombováron élünk. Én szeretek Dombováron élni, és ezt az érzést az is megerősíti, hogy egy kicsit nem csak vérileg székelyek között élek, hanem magyarok között élek elsősorban, és tisztességes, rendes emberek között, akikkel jó együtt lenni a mindennapokban, és együtt lenni a hagyományaink ápolásában, együtt lenni a közös problémáink megbeszélésében, a gondjaink megoldásában. Igyekszem ismerőseim, barátaim révén is egy kicsit közelebb vinni a bukovinai székelykört, a mostani székelyek, az Erdélyben, Székelyföldön élő székelyekhez. Rettenetesen sajnálatos dolog, hogy közbeszólt ez a járvány. Az idén nem csak a székelykör 10 éves, még vannak kerek évfordulók,
a város 50. évfordulóját is ünnepeljük, illetve a szomorú trianoni eseménynek a 100. évfordulójára is emlékezünk, és egy egész sor esemény fog emiatt elmaradni, amire készültünk, és amivel méltán szerettük volna ezt az évet megünnepelni. Hát ezek között van például testvérvárosi kapcsolatfelvétele Gyergyószent Miklossal. A szándéknyilatkozat már meg is történt, sajnos márciusban nem tudtunk elmenni aláírni a papírokat, de gondolom, hogy majd, hogyha lezajlik ez a szörnyűség, akkor utána elmegyünk, és minden visszaáll a régi kerékvágásba. Egyik legfontosabb feladata a szervezetnek a hagyományok ápolása mellett a fiatalabb generáció megszólítása. Tolna megye Dombság és Hegyhát területén születtem egy kis községbe. A bukovénai székelyek leszármazottja vagyok, Isten segítsi ősökkel, és én csak később kerültem gyakorlatilag Dombovárra, lehetne úgy is mondani az előzőekhez hasonlóan, én csak betelepült vagyok. Nem dombovári születésű, én csak később kerültem Dombovárra. Iskoláimat, gimnáziumot egy nemzetiségi községbe Gyönkön végeztem, ahol sok nemzetiségű tanulótársammal együtt nagyon jó közösséget alkottunk. Ez a közösség kísérte életemet gyakorlatilag idáig, amikor is Dombovárra kerülésem után pár évig csak pártolótagként működtem, majd utána úgy láttam, hogy ebbe a kis közösségbe kell tartozni, ott, ahol a szeretet, az összefogás az elsődleges, és az emberi tartás és ember megbecsülése. Gyakorlatilag amiért én a székelykör tagja vagyok és aktívan dolgozok, az arról szól, hogy a szüleink, nagyszüleink hagyományait tisztelve, ápolva kövessük, és ezt adjuk át a jövő generációnak. Az egyik fő szempontunk is a székelykör tagságának, hogy az ifjúság megszervezése, vagy beszervezése jobban mondva a székelykörbe, ott, ahol igaziból megtudják azt, hogy szüleink, nagyszüleink gyakorlatilag négyszer menekültek az életük során. Ez a menekülés, ez fölér egy katasztrofális járványhelyzettel, amit most élünk, és ezt kell átvészelni. Ők is átvészelték, élnek, éltek, és alkottak, és dolgoztak. Nem csak székely tagjai vannak a szervezetnek, szívesen látnak bárkit, aki kíváncsi a székely nép múltjára, és szívesen tevékenykedik közösen a tagsággal. Most 2 hét múlva következik a 9. évfordulója annak, hogy a székelykör a székelykaput felállította társadalmi segítséggel. 50 család támogatott bennünket, 50 személy és 16 cég és vállalat. Ahogy látszik mögöttem, egy gyönyörű szép székelykaput kapott Dombovár a székelykör segítségével. Az a támogatás, amely megnyilvánult mindenki számára, amikor az avatásunk történt, előtte vagy avatáshoz készülöttünk, amikor felállítottuk a székely kaput, rettenetesen hideg és borús időjárás volt. Amikor elkészült és felállítottuk, és elkezdtük énekelni a székely himnuszt, kistört a nap, azt hiszem, hogy mindennél többet jelentett nekünk. Itt a székely kapu felállításának és avatásának az ünnepsége volt, akkor az egész kertvárost le kellett zárni annak érdekében, hogy egyáltalán közlekedni tudjanak azok az emberek, akik idejöttek a székely kapu avatására. Itt láthattuk a könnyes szemű székelyt és a csillogó szemű kis székelyt beöltözve, amikor itt az egyházak mind megáldották a székelykapunkat. Az az ünnepi hangulat, amely itt kialakult,
és közben, amikor elénekeltük a székely himnuszt, ez a kertváros még olyan harsogó székely himnuszt azóta se hallott. A következő időszakban újra csak kellett nekünk gyűjteni pénzt arra, hogy a következő emléket is állítsunk, már pedig a székelykapu mellett a kopjafát, amelyet nekünk Beréti Pista bácsi, faragó művész, népművész, akinek a munkái határokon túl is vannak, elkészítette számunkra, ahol a hat falunak egy-egy fáját is előtettük, és ezen fölül a Madéfalvi önkormányzatnak a fenyőfáját is itt ültettük el. Puskás Antal vezetésével már 6. éve működik a Szucsáva Dalkör az Egyesületen belül, és számos elismerésben volt részük. A helyi újságban olvastam egy betlehemes előadásról, és ekkor kellemes meglepetés volt számomra, hogy 700 kilométerre az otthonomtól, Marosvásárhelytől működik egy székelykör. Mi akkor majd 20 éve itt éltünk Dombováron, nagyon hiányoztak ezek a hagyományőrző rendezvények. Miközben ugye fájó szívvel tudtam, hogy otthon Erdélyben még élénken élnek a népszokások, a nagy húsvéti locsolkodások, a betlehemezés, a karácsonyi kántálások. Az én gyerekeim meg nem láttak még ilyet, ezért természetesen elmentünk, ott találkoztunk Miklóssal, akinek a Gyergyószent Miklósi társulata volt a vendégszereplő, Hoffmann Józsefet bemutatták, aki erre a székelykapura gyűjtött, így egyértelmű volt, hogy csatlakozunk a székelykörhöz. 6 éve felkértek, hogy vállaljam el az egyesületi titkárságot, ekkor már összeverődött egy fiatal társaság egy csíksomlyai kiránduláson, focisták és családtagjaik, ezért megszerveztük az első focikupát 6 évvel ezelőtt, amelyre meghívtuk a környékbeli székely települések fiataljait, és Madéfalva csapata volt a díszvendég. Ma lenne a 6., mára vártuk volna a madéfalvi fiatalokat. Ez most sajnos nem jön össze, de azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük, számtalan élmény köt össze bennünket, ők mindig szívesen jöttek a focikupára, a mi fiataljaink szívesen mennek szeptemberbe a hagymafesztiválra, számtalan buszos kirándulást szerveztünk, Szent Anna kápolna avatására, csíksomlyói búcsúba eljárunk. 6 éve, amióta a székelykör tagja vagyok, nagyon sok jó emberrel megismerkedtem, barátokat is szereztünk, és elmondhatom, hogy most már életem nagyobb részét itt éltem, de talán ez a 6-10 év volt az, amikor először éreztem, hogy jó dombovárinak lenni, jó magyarnak lenni, és ezt elsősorban a székelykörnek köszönhetem. Csurgó és Csík zenekar, Andrásfalvi Bertalan, Meister Éva színművésznő, Berec András és számos más művész előadó segítségével mutatták meg a székely tradíciókat. Amikor 2010-ben elindítottuk a székelykört, akkor mondhatom azt, hogy a közösségi életünk kiteljesedett, mert a székelyek, vagy nem csak a bukovinai székelyek, a székelyek általában szeretik a közösséget, szeretik az embereket, szeretnek együtt lenni. És ez a székelykör, mint ahogy többen elmondták, már nagyon sok pozitív élményt adott nekünk. De először is szeretném megköszönni a székelykör vezetőségének tagjainak és a krónikásunknak, Beréti Istvánnak azt a sok munkát, amit önzetlenül, anyagi juttatás nélkül tesznek meg ezért a közösségét. Ez nagyon fontos. Nagyon-nagyon sok ember jó szándékából, jó cselekedetéből épült fel 10 év alatt ez a székelykör. De én úgy gondolom, hogy van sok olyan feladat, amit nekünk most itt Dombováron meg kell oldani. Az első és legfontosabb, ez itt mellettünk álló kopjafánk, amit a Madéfalvi Veszedelem 250. évfordulójára 2014-ben állítottunk, az 5 fával, és az 5 fa tulajdonképpen jelzi az 5 bukovinai falut, és mellette a fenyő, az pedig a Madéfalvát. Idén az a tervünk, hogy augusztus 20-ára visszaállítjuk eredeti állapotába ezt az emlékhelyet, mert valójában 2014-ben, amikor az emlékhelyet felszenteltük, akkor ezt mi nagyon komolyan gondoltuk, ez egy megszentelt emlékhely, és vissza fogjuk állítani, valamint visszahozzuk azokat a padokat is a székely kapuhoz,
ami tulajdonképpen 2 évvel ezelőtt fiatalok megrongáltak, és meg kellett újra csináltatni. Ezen a tevékenységen keresztül, amit úgy mondjuk egyesületi munka, ez egy ilyen nagyon hivatalos dolog, de én azt mondom, hogy ezen keresztül nagyon sok barátra találtunk, székelykörökön keresztül igazán jó kapcsolatot ápolunk a Teveli, a Nagymányoki, a Garai székelyekkel és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének aktív tagjai vagyunk. Idén Dúzson tartották volna az Egyesület születésnapi buliját áprilisban. Erről nem mond le a vezetőség, és a járványhelyzet elmúltával meg fogják ünnepelni a 10 éves jubileumot.